Én általában egy jó nexust kialakítok az emberekkel. Valami olyan sztorit találunk a kettőnk életében, ami esetleg közös pont, és onnantól kezdve már nem azt nézi bennem, hogy én most nagy darab vagyok, vagy éppen most testépítő vagyok, vagy bármi, bár most még nem vagyok, az hozzáteszem. De valahogy sikerül mégis ezt áthidalni. Tehát nem hiszem, hogy a fizimiska lehet, hogy az első benyomásnál szokott számítani, de mikor már az ember kommunikál, meg beszél, akkor már látja, hogy nem az az ember ül vele szembe, akire ő gondolt így elsőre. Tehát ezt át lehet hidalni. Tehát szerintem az, hogy valaki hogy néz ki, ebben a szakmában abszolút nem számít. Ez lehet előny is, meg hátrány is, így gondolják az emberek, de ezt el kell felejteni, mert ez nem így van. Tehát itt csak a kommunikációval meg lehet gyerni embereket. Inkább magával az emberrel, magával kell, hogy megküzdjön, és azért fél. Attól félnek, mert hogy nem látják át. Illetve vannak ilyen berúzott mindenféle olyan dolgok a fejükbe, hogy a jó barátok, amiket ugye elültettek annak idején, hogy a múlt életben a marketing az nem olyan, amilyen. Mi nem tudunk erőszakkal rávenni embereket arra, hogy ő elinduljon, az életén változtasson, hogy nézzen bele egy olyan üzletbe, ami esetleg tud neki segíteni az egészségállapotába, ugye abba, hogy pénzt keressen, abba, hogy bármi más területen mondjuk akár a családi életét jobbá tegye. Semmi nem akar változtatni az életébe, akkor úgyse fog eljönni egy rendezvényre. Úgyse fog eljönni egy találkozóra sem már, hogyha ő nem akar valami változtatni. Tehát csak azok az embereket tudjuk mi leültetni így velünk szembe, vagy egy rendezvényre elhívni, vagy egy bemutatóra, akik valamiért vagy jól lettek fölhívva, és tényleg megnyomták náluk azt, hogy ő miért akar eljönni, vagy ő tényleg akar valami változtatni. Tehát ha valaki itt elindul ebbe az üzletbe, és elkezd dolgozni, akkor neki kell majd behatárolni az idejét, neki kell majd fölkelni reggel, neki kell meghívni az embereket, neki kell majd tájékoztatni az embereket. Nyilván az elején a szponzora, aki ugye segítő, aki behozta ebbe az üzletbe, az segít neki mindenbe, de később már neki is kell majd ezt csinálnia. Na itt van az, hogy ez már lehet, hogy néha az embereknek nem annyira tetszik, vagy szimpatikus, hogy nem mondják meg, hogy mit tegyen. Hogyha valaki elkezd vállalkozni, mondjuk péküzetet nyit, vagy bármilyen másik egyéb vállalkozást, akkor reklámra fog költeni, és mi a legelső, hogy a baráti körét rögtön föl fogja hívni azzal, hogy itt és itt nyitottam egy boltot, és ha gondoljátok, gyertek már el. Akkor nem mindegy, hogy kinek szól? Vagy akkor már derogál mondjuk az ismerőseinek szólni? Szerencsére mondhatom így, hogy ez az üzlet úgy van összerakva, hogy csak akkor tudunk előrébb jutni, mi is vezetők, hogyha segítünk valakinek abban, hogy ő megvalósítsa az álmát. És szerintem ilyen a hagyományos életben sehol nincsen, mert nem igazán aktuális az, hogy mondjuk egy főnök segítsen a alatta lévő munkatársának egy munkahelyen, hogy az ő székét kirúgják alóla. De itt meg ugye nálunk meg várunk arra, hogy valaki már följön a székünkhez, vagy a mi helyünkhe, mert akkor nekünk is ugye sokkal jobb lesz. Tehát ez teljesen normális. Tehát itt egy olyan garancia van szerintem, amit máshol nem tudnak ezt egy hagyományos életben, hagyományos munkahelyen nem tudják megvalósítani soha.